A minap tartottunk kérdezfeleleket az Instagramon, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy miért ne csinálhatnék erről a témáról egy videót. Ugye a címből már leszűrhettétek, hogy könyök és alkar fájdalomról van szó, és a mai videóban a személyes tapasztalataimat fogom ezzel kapcsolatban elmondani, mert egyrészt én is szenvedtem benne, illetve bennük, másfelől azt szeretném bemutatni, hogy én hogyan tudtam orvosolni ezeket a problémákat. Még mielőtt belemegyünk mélyebben a dologba, szeretném mondani, hogy ez nem egészségügyi és orvosi tanács, nem vagyok orvos, nem vagyok fizioterapeuta, tehát ezek sokkal inkább gyakorlati tippek, olyan tippek, amikre vagy én jöttem rá józan paraszti ésszel, és esetleg könyvekben vagy videókban találtam rájuk megoldást, és úgymond az évek folyamán megtanultam őket. Azt viszont szeretném előre leszögezni, hogy ha ugyanarról a fájdalomról van szó 10 embernél, mondjuk könyökfájdalomról, nem valószínű, hogy ugyanaz lesz a megoldás mind a 10 embernél, mert lehetséges, hogy a kiváltó ok maga más. Tehát mindig érdemes a kiváltó okot először megkeresni, és aztán megtalálni a megoldást. Oké, ezt leszögezve szerintem túl vagyunk a dolog nagyján, úgyhogy bemutatom nektek azt, hogy én milyen fájdalmakkal küszködtem, milyen problémákkal küszködtem az alkaromat, illetve a könyökömet illetően, mert lehetséges, hogy a jövőben ez nektek segíteni fog. Több évvel ezelőtt a könyököm és az alkar fájdalmam a húzódkodásnak volt köszönhető, pontosabban a fix fogásnak és a felső fogásnak. Viszont ez lehet lehúzás is, tehát a húzódkodás és lehúzás gyakorlatilag ugyanazok a mozgásminták, és hogyha fix fogással végeztem akármelyiket, és felső fogással, akkor ez egy idő után problémát okozott. Ez alapvetően enyhe, zavaró érzés volt, aztán időről időre egyre erősebb fájdalom. Ezt úgy orvosoltam, hogy a fix fogás helyett és a felső fogás helyett neutrális fogást alkalmazok, és fogantyút, azt a fogantyút, amit mondjuk tárogatásnál csigásgépen szoktak használni. Azáltal, hogy nem fix a fogás szélességem, és nem szélesebb fogást alkalmazok, hanem egy párhuzamos fogást, tehát válszélességű fogást, és azáltal, hogy a csuklóim, könyökeim, vállaim szabadon tudnak mozogni, úgy, ahogy az természetes az én testemnek, így ezáltal nem rakok extra terhelést a könyökeimre, a csuklómra és a vállamra. A második ilyen problémám szintén a húzódkodásnak és egyéb húzó mozdulatoknak volt köszönhető, ami szintén alkarfájdalmat és a könyökömnél való fájdalmat okozta, és a megoldás nem más volt, mint egy egyszerű, olcsó gurtni használata. Észrevettem, hogy nagyobb terhelésnél, nagyobb súlynál jobban rá kell markolnom a rúdra vagy a gépre, és ez egyszerűen túl nagy terhelést eredményezett az ujjaimon és egyszerűen az alkaromon. Azáltal, hogy gurtnit használok, nem csak, hogy nagyobb súllyal tudok dolgozni, több ismétlést tudok elvégezni, mert ugye a hátgyakorlatoknál nem limitálja az alkarom a gyakorlatot, tehát hogy az alkarom már fáradt, akkor is tudom gurtni használatával tovább végezni a gyakorlatot, ameddig a hátam nem fárad el, hogyha mondjuk hát edzéséről van szó, és ugye kisebb terhelés nehezedik, úgymond az ujjaimra. Mert ugye ne felejtsük el, hogy az ujjakban végigfutó izmok, azok végigfutnak ugyanúgy az egész alkaron is. A következő dolog, ami könyök fájdalmat okozott egy pár évvel ezelőtt, amit sokan szerintem nem is gondolnának, viszont biztos vagyok benne, hogy most jelenleg is szenved közületek valaki ebben. Én a guggolásokat low bar technikával végzem, ami azt jelenti, hogy nem a trapézizmomon van a rúd, hanem sokkal inkább a hátsó vállakon, tehát sokkal lejjebb. Guggolásnál, hogy ne veszítsük el a kontrollt a súly felett és a rúd felett, ugye muszáj rendesen rámarkolnunk és teljesen feszesen maradni. Viszont a low barnál sokkal jobb vállmobilitás szükséges ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ugye azért, mert a rúd az sokkal lejjebb van, mint mondjuk a high barnál. Nekem a vállmobilitásom nem volt megfelelő, és ez egy idő után ugye könyök fájdalmat okozott. Ugye alapvetően nem arra gondol az ember, hogy a guggolás okozza a könyökfájdalmat, mert egyrészt ugye az alsó testével dolgozik, jó a guggolás egész testes gyakorlat, de ugye főként az alsó testet dolgoztatjuk, és bele sem gondolnánk abba, hogy egy könyökfájdalmat akár a váll okozhatja, illetve a váll nem megfelelő mobilitása, és egy láb gyakorlat kapcsán. Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy amikor guggolásnál feszesen tartjuk a rudat, és van már rajta relatíve nagy súly, akkor abban a mozgásban bizony, hogy a vállunk, a könyökünk és a csuklónk is részt vesz. És hogyha ebből a láncból valamelyik izület nem megfelelő mobilitással rendelkezik,
akkor azt a másik kettőnek kell kompenzálnia, és úgymond a leggyengébb ízület veszít. Nálam az első megoldás az volt, hogy szimplán pihentettem a lóbáros guggolást, tehát amíg nem volt megfelelő a vállam mobilitása, addig nem raktam előnytelen pozícióba a vállamat, a könyökömet és a csuklómat. Ezt meg lehet oldani úgy, hogy valaki előguggolásokat végez, serleguggolásokat végez, gépes guggolásokat végez, tehát én például gépes guggolásokat végeztem, mert ezt a gyakorlatot szerettem, illetve itt ugye a kezeim elő voltak a testem előtt, és nem feszítették ki a vállamat, a könyökömet, a csuklómat. Folyamatosan dolgoztam a vállam mobilitásán, ez főként azt jelentette, hogy a hátsó, kifelé rotáló izmokat erősítettem, hogy a lapockamenti izmokat, ezt akár gumikötéllel meg lehet oldani, vagy akár súly nélkül is lehet gyakorlatokat, mobilizációs gyakorlatokat végezni. És aztán, amikor már elmúlt a könyök fájdalom, és úgy véltem, hogy javult a vállam mobilitása, elkezdtem tesztelni a lóbáros guggolást ismét, mert szeretem végezni. Amit még bevezettem, az az, hogy edzés előtt bemelegítettem a vállamat, és szépen lenyújtottam a mellemet, szépen lenyújtottam az előső deltámat, és végeztem gumikötéllel kifelé rotálásokat, és ez megoldotta a problémát annyira, hogy ma már igazából nem is végzek ilyen jellegű gyakorlatot, kivéve a jobb oldalra, mert ugye jobbkezes vagyok, és alapvetően ez a vállam egy kicsikét máshol áll, és a lapockamenti, illetve a kifelé rotáló izmokat igyekszem erősíteni, de ez sokkal inkább az életmódomból adódik, mint sem magából az edzésből. Láthatjátok az első pár pontban, hogy végigmentünk azon, hogy hol jelentkezik a fájdalom, azonosítottuk azt, hogy nem feltétlenül ott van a probléma, ahol a fájdalom jelentkezik, hanem mondjuk a szomszédos ízületekben, ugye a húzódkodásnál és lehúzásnál, a csuklónál, a csukló részen, illetve az ujjaknál, illetve a guggolásnál a vállon, és mindkét esetben ugye alkarfájdalom jelentkezett és könyökfájdalom jelentkezett. Tehát sokkal inkább ez a logika fontosabb, mint az, hogy konkrétan hol van a fájdalom, és hogy vakon elkezdjük masszírozni vagy hengerezni az adott izmokat az ízület körül. A negyedik dolog, ami ugyanúgy alkar és könyök fájdalmat okozott, de más jellegű fájdalmakat is, az nem más, mint egy joker pont, ami az alulregenerálódás. Nagyon sokan alulbecsülik a regenerálódást. Én is beleestem ebbe a hibába, tehát lehetséges, hogy az imént felsorolt pontok rátok nem vonatkoznak, és nem ennek köszönhető a fájdalom, hanem annak, hogy egyszerűen nem pihentek eleget, vagy akkora munkát végeztek, nem csak az edzőteremben, hanem az edzőtermen kívül, amivel nem tudtok regenerálódni. Tehát lehetséges, hogy mindent jól végeztek. Lehetséges, hogy ugyanazt a munkamennyiséget végzitek, amit mondjuk x héttel vagy x hónappal ezelőtt, és eddig nem okozott semmilyen problémát, most pedig gyulladást, fájdalmat és problémát okoz. Tehát érdemes ezt is megvizsgálni, hogy esetleg több stressz van-e jelenleg az életetekben, mint mondjuk előtte, és lehetséges, hogy akkor ez a megoldás, hogy oké, akkor mondjuk egy hetet kiveszek az edzőteremből, vagy mondjuk beiktatok egy dilót hetet, és időt és teret, és egyszerűen helyet hagyok arra a testemnek, hogy regenerálódni tudjon, és utána folytathatom az edzéseket ugyanúgy, ahogy előtte. Gyakran szoktátok kérdezni tőlem, hogy a nyújtás kell-e, szükséges-e? Igenis, meg nem is. Alapvetően nem kéne nyújtanunk, hogyha teljes mozgástartományokban dolgoznánk, és hogyha mondjuk az életmódunkból adódóan nem következnének be mondjuk olyan ízületi mobilitási problémák, amik bekövetkeznek. Ugye egyszerű példa, ha valaki irodában dolgozik, sokat ül, a vádlia nagy valószínűséggel meg van rövidülve, illetve valószínűleg a dereka sincs a legjobb állapotban, tehát ezeket nyilván kompenzálnunk kell, vagy nyújtásokkal, vagy hengerezéssel, viszont a hengerezés és a nyújtás nem fog segíteni, hogyha nem megyünk le a probléma forrásáig. Tehát hogyha, ahogy említettem, hogyha a könyökön fáj, de a probléma a vállamban van, és a vállam problémája okozza a könyökfájdalmamat, akkor bármit csinálhatok itt a könyököm körül, hogyha nem orvoslom a vállam problémáját, akkor ez nem fogja megoldani a problémát, függetlenül attól, hogy mennyit, meg hogy milyen technikával nyújtok, vagy hengerezek. Egyébként, hogyha valakinek ilyen jellegű problémája van, a legjobb megoldás mindig az, hogyha szakemberhez tud fordulni, mert egy szakember, akár egy fizioterapeuta, manuálterapeuta, vagy akár egy orvos, aki lehetőleg saját maga is sportoló, rá tud nézni és meg tudja vizsgálni, hogy nagy valószínűséggel mi lehet az oka. Tehát én azt is kicsikét furának találom, hogyha valakinek van valamilyen fájdalma, és elmegy mondjuk egy szakemberhez, a szakember meg se nézi mondjuk, hogy hogy mozog, meg se kérdezi, hogy milyen jellegű mozgásokat végez, milyen jellegű sportot végez, nem nézi meg azt, hogy ezt az adott gyakorlatot vagy mozdulatot hogy kivitelezi. Szerintem nem is lehet megmondani azt, hogy mi a probléma forrása, mert maga a fájdalom
az nem a probléma forrása, az csak az eredménye annak, hogy valami nincsen rendben. Tehát, hogyha a forrásig nem jutunk el, akkor még hogyha egy szakemberhez megyünk el, az sem fog segíteni. Illetve amit még szeretnék megemlíteni, hogy a fájdalom jelentkezésénél két nagy fő csoport van. Az egyik a sérülés, ami én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten talán jobb, mint mondjuk egy degeneratív folyamat, mert a sérülésnél ott kapunk egy azonnali visszajelzést, hogy valami nincsen rendben. Tehát ott vagy végeztünk egy mozdulatot, vagy végeztünk egy gyakorlatot, és kaptunk egy visszajelzést arról, hogy valami ott nem volt rendben. Viszont úgymond egy degeneratív folyamat, ahol első lépésben, az első pár hétben vagy hónapban lehetséges, hogy csak egy ilyen zavaró érzés jelentkezik, aztán a fájdalom erősödik és folyamatosan erősödik, ott ugye valami nem volt rendben nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig. És ezt kell, hogy kiderítsük, hogy mi a probléma. Tehát a sérülésnél ugye az a rossz, az a negatívum, hogy ott megtörtént a baj. A degeneratív folyamatnál ugye ott van időnk orvosolni a problémát, viszont ott pont az a baj, hogy hozzá tudunk szokni ehhez a fájdalomhoz, és ehhez a zavaró érzéshez, és nagyon-nagyon messzire tudunk menni addig, hogy talán visszafordíthatatlan lesz ez a folyamat. A testnek van egy nagyon jó regenerálódási képessége, hogyha időben felleljük ezeket a problémákat, akkor a test teljes mértékben tud regenerálódni, és vissza tudjuk fordítani ezeket a folyamatokat. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg figyeljünk a testünkre, és figyeljünk a testünk jelzéseire, mert a testünk mindig jelez, hogy éppen mennyit bír, vagy hogy éppen mi a probléma, csak hallgatni kell rá, és hogyha esetleg nem rendelkezünk megfelelő tudással, akkor el kell mennünk egy szakemberhez, és még mielőtt hozzám fordulnátok, én nem vagyok ilyen szakember, mindent, amit ezzel kapcsolatban tudok, az gyakorlatilag abból ered, hogy én is szenvedtem ilyen problémákban, illetve a klienseim is szenvedtek ilyen jellegű problémákban, illetve megpróbálok egyszerűen fejlődni ezen a téren is, mert hogyha elég hosszú ideje edz valaki súlyokkal, akkor mindig, tehát nincs olyan, hogy valaki ne szenvedjen valamilyen problémában, mindig lesz egy pont, ahol valamilyen fájdalom, ízületi kellemetlenség jelentkezik, és ilyenkor mindig meg kell találni a megoldást. Úgy vélem, hogy egy jó edző az az esetek többségében ezt meg tudja tenni, viszont vannak olyan esetek, amikor egyszerűen szakemberhez kell fordulni, orvoshoz kell fordulni, sőt, én alapvetően mindig azt javaslom, hogy forduljatok orvoshoz, hogyha valamilyen ilyen jellegű problémátok van. Amit még megosztanék veletek, az egy józan észre végiggondolt lista. Hogyha fájdalom jelentkezik, pihentessük, és hogyha elmúlt a fájdalom, akkor vezessük vissza az edzésekbe azokat a mozdulatokat, azokat a gyakorlatokat, azokat a terheléseket, amiket előtte alkalmaztunk. Hogyha szimplán alulregeneráció és a kipihentség hiány okozta a problémát, akkor már is megoldódott a probléma, mert nem fog jelentkezni a fájdalom. Hogyha lépésről lépésre visszavezetjük a mozdulatokat, amiket mondjuk elhagytunk, és ugye a fájdalom, a probléma megoldódott, akkor ugye gyakorlatonként ki tudjuk szűrni, hogy nagy valószínűséggel melyik gyakorlat okozta, ugye, hogyha hétről hétre, hónapról hónapra visszavezetjük az egyes gyakorlatokat. Hogyha valamelyik gyakorlatnál jelentkezik a probléma, akkor vegyük fel videóra, mert lehetséges, hogy amiről mi azt hisszük, hogy jól végezzük, valójában ez nincs így. Ugye az online coachingon belül is nagyon gyakran szoktam videókat kérni a klienseimtől, egyrészt azért, hogy nem csak a technikát nézzem meg, hanem nézzem meg azt is, hogy milyen intenzitással végzik, tehát hogy megfelelően intenzív-e a gyakorlat a saját képességeikhez képest, és sokszor fordul elő az az eset, hogy felvesznek egy gyakorlatot videóra, és már ők maguk is látják, hogy hoppá, igen, látom, hogy mi volt a hiba, ez a jövőben más lesz. Tehát az, amit mi egy gyakorlat végzése közben érzünk, és amit mi hiszünk, hogy egy bizonyos pályán mozgatjuk a súlyt, és úgy, ahogy mi azt elképzeljük a fejünkben, könnyen meg lehet, hogy a realitás és a valóság teljesen más, és teljesen más pályán mozgatjuk a súlyt, vagy technikailag egyszerűen nem megfelelően csináljuk. A fájdalom esetleg egy olyan gyakorlat végzése után jelentkezik, amit eddig nem végeztünk, vagy esetleg nem olyan gyakorisággal végeztünk, vagy nem olyan intenzitással. Tehát könnyen meg lehet, hogyha valaki mondjuk googolt eddig heti egyszer, és most mondjuk heti kétszer vagy háromszor googol, és ez azt eredményezi, hogy sokkal gyakrabban, de nem csak, hogy sokkal gyakrabban, hanem ugye egy hétre lebontva sokkal nagyobb munkamennyiséget is végez, akkor lehetséges, hogy ez is problémát okozhat. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy milyen gyakorlatot végzünk, mert lehetséges, hogy egy olyan gyakorlat is problémát okozhat, nagyobb mennyiségben végezve,
ami egy bizonyos mennyiségben végezve nem okozott eddig problémát. A következő pont a szűrésnél pedig az, hogy egyszerűen ne csak azt nézzük, hogy mely ízületben jelentkezik a fájdalom, hanem vizsgáljuk meg a két szomszédos ízület mobilitását, mert nagy valószínűséggel ott is lesz javítani való, vagy lehetséges, hogy ott van a probléma forrása. És záró gondolatként kitérnék az ízületvédők alkalmazására is, ugye mert ezzel kapcsolatban is sokat szoktatok kérdezni. Ha valaki ízületvédőt fogyaszt, az nem rossz. Tehát az, hogy plusz tápanyagot, plusz ásványi anyagot és vitaminokat jutatunk a szervezetünkbe, az jó. Viszont, hogyha valakinek van valamilyen fájdalma, aminek a forrása mechanikai, tehát hogyha, amint említettem guggolásnál, a váll mobilitásom nem megfelelő, tehát egyes izmok feszesebbek a kelleténél, más izmok gyengébbek a kelleténél, és ez egy adott irányba húzza mondjuk a felkarcsontot, a vállat, és nem képes arra a teljes mozgástartományú mozgásra, ami elméletileg lehető lenne az ízület számára, akkor ezt egy ízületvédő nem fogja megoldani. Tehát ez egy körülbelül olyan, hogyha valakinek van mondjuk egy könyökfájdalma, és a váll mobilitás okozza mondjuk guggolásnál, és hogyha ízületvédőt kezd el fogyasztani, az körülbelül olyan, mintha lenne egy ajtó, ami félig lóg, vagy ferdén lóg, mert a zsanérok azok lazák, és megpróbálná úgymond beolajozni a zsanérokat, mert az majd meg fogja oldani a problémát. Nem. Attól még, hogy mondjuk jobban mozog, vagy nem nyikorog, az attól még ugyanúgy lóg az ajtó, és ugyanúgy karistolja a talajt, és ugyanúgy nem illik bele a keretbe, és ugyanúgy problémát okoz, és egy idő után el fog kopni, vagy teljesen le fog esni. Tehát maga az, hogy megolajozzuk az ajtót, nem fog segíteni, az fog segíteni, hogy rendbe rakjuk a zsanérokat. Tehát, hogyha valaki ízületvédőt fogyaszt, az jó, de önmagában ez nem fogja megoldani a problémát, hogyha a probléma forrása az mechanikai, és az izom vagy az ízület fizikailag nincsen rendben. Szerintem most ezzel rendben is raktunk pár dolgot a fejekben, a sérülésekkel és fájdalmakkal kapcsolatban. Amire kitérnék, és amit kihangsúlyoznék, hogy ez a videó nem konkrét fájdalomról és konkrét megoldásokról szólt, hanem sokkal inkább egy mentális modellről. Tehát, hogy végigmenjünk azon, hogy akármilyen sérülésről legyen szó, mik azok a pontok, amiken végigmehetünk, és ezen pontok végighaladása mellett megtalálhatjuk a probléma forrását. Az egy másik dolog, hogy praktikus tippeket adtam, az egy másik dolog, hogy az én személyes tapasztalataimon keresztül bemutattam azt, hogy mi volt a probléma forrása, mi okozta a megoldást, valószínűleg ti is tudtok ebből majd profitálni a jövőben, viszont itt sokkal inkább a háttér, a gondolkodásmód, hogyan közelítünk meg egy sérülést, hogyan közelítünk meg egy fájdalmat, és hogyha ezt alkalmazzuk, akkor sokkal nagyobb esélyünk van kitalálni azt, hogy mi lehet a probléma forrása, meg tudjuk oldani, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú távon tudunk egészségesen, fájdalom nélkül edzeni. Sportársaim, köszönöm, hogy velem voltatok, hogyha esetleg személyre szabott étrendre van szükségetek, hogy a következő szintre emeljétek a fizikumotokat, vagy csak mondjuk szeretnétek egy egészségesebb életstílust és életmódot kialakítani, mindezt változatos és rugalmas étrend mellett, akkor keresetek minket az indietan.hu-n. Találkozunk a következő videóban, addig is produktív hetet kívánok nektek! Sziasztok!